Kedves diákok, kedves szülők, kedves pedagógus társadalom! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet a Kiskeleti Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm Rácz Zoltánné Bukor Anita szülőt, aki a szülői munkaközösségünknek az elnöke. Kérem, hogy ünnepségünk kezdetén énekeljük el közösen nemzeti énekünket. Szoktató faggyal, de jön a Mikulás, s nyomában az angyal.
Azt is tudom továbbá, hogy nincs okunk panaszra, hiszen vidám nyár köszön a virágdús tavaszra. Lesz még játék, móka s zenevona, hiszen nem tart örökké semmiféle iskola. Nosza lépjünk be ezen a küszöbön, hogy kiléphessünk rajta, ha a víg nyár beköszönt. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, miután a nyári vakáció elteltével újra visszatértetek az iskolába, hogy folytassátok tanulmányaitokat. Jó, hogy a nyári csend után újra itt vagytok, és vidámsággal töltitek meg az iskolát. Remélem, hogy mindannyiótoknak kellemesen telt a szünidő, és sok érdekes, izgalmas élménnyel, tapasztalattal gazdagodtatok. Már nagyon vártunk benneteket, és örülök, hogy a szünidőben vigyáztatok magatokra, sokat nőttetek, erősödtetek, ügyesebbek lettetek. Kedves elsősök! Szeretettel köszöntelek benneteket. Kívánom, hogy érezzétek magatokat nagyon jól az iskolában. És könnyedén játszva vegyétek majd az akadályokat. A tanév során, a tanítónénik segítségével végig sétáltok egy csodálatos élményekkel és kihívásokkal teli labirintuson, és reményeink szerint az út végén az írás, olvasás, számolás birodalma vár rátok. Mindig figyeljetek a tanítónénikre, hogy senki el ne tévedjen út közben. Osztályfőnök Jó Járné Szabados Dominika, Barna Viborka, Barna Noémi, Bárdos Lionel, Bán Gabriella, Bélteki Léna, Csókási Dominik Antal, Csókási Jakab, Homoki Attila Máté, Juhász Arlet, Pacsinka Zétény, Kántor Hanna Angyalka, Kormányos Fuzsina, Kósa Ármin, Kucsora Hédi, Kucsora Zsófia, Mucsi Norbert Noel, Nagy Flóra, Rácz Marcel, Rigó Imre, Székesi Csanád, Tóth Effi, Tóth Kéti. Osztályfőnök Kecskeméti Kovács Erika, Pakos Anna, Bene Tamás, Berta Anna Zsófia, Vizsi Milán Dávid, Kongos Bodon, Hegedős Kende Konrád, Hellinger Dorina Katalin, Puszka Máté, Kertész Bálin, Kodály Dorina Fanni, Kovács Boglárka, Kovács Zsolt Nikolász, Mukusz Maja, Csípos Lili, Süli Fanni, Szalontai Melinda Alina, Szénási Alíz, Szendrei Alexandra Flóra, Tábid Lujza, Zsónai Roland. Csúcs Adrián,
Fekete Vivien, Fischer Zoé, Hegedűs Emília, Huszka Máté Mán, Kézi Laura Beatrix, Kolonc Lili, Olá Erik Tomi, Biglár Petra, Radovics Csaba, Szilvina Zsolya, Sós Marcel, Stolica József, Tripolt Maximilian Kezdő. Szeretettel köszöntöm hát ezzel a kis kedves ajándékkal a leendő és most már tényleg első osztályos tanítóinkat, vagy gyerekeinket, és a tanítónéniket is szeretném bemutatni, mert minden osztályban kettő-kettő tanítónéni fog tevékenykedni és végigkísérni a következő éveket. Tehát az első A osztályban osztályfőnök tanítónéni Jójákné Szabados Dominika, és a napközis tanítónéni pedig Pap Orsolya tanítónéni, szeretettel köszöntjük őket. Az első D-osztályban az osztálytanító Kecskeméti Kovács Erika tanítónéni, és aki a tárgya és a munkatársa lesz ebben az évben, a Székesényi Zsibó Kemese tanítónő, aki új kollégaként érkezett a mi iskolánkba, és nagy szeretettel köszöntjük itt. Az első C-osztályban pedig az osztálytanítói feladatokat Szabó Katalin tanítónéni látja el, és az ő párja a Dominisnál Mucsi Krisztina tanítónő, nagy szeretettel várták ők is a gyerekeket a tanítónő. Kedves diákok, kedves vendégek, kedves megjelenők! Mielőtt megnyitnám a tanévet, néhány rövid technikai jellegű információt szeretnék ismertetni az első tanítási nappal és a tanév zavartalan működésével kapcsolatosan. A Kisteleki Általános Iskolában 25 osztályban 536 tanuló kezdi meg a tanulmányait az idei tanévben. Holnaptól az étkezést igénylők már ellátásban részesülnek, térítési díjra a díj befizetésével jövő héttől lesz lehetőség. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani tudja a 16 óráig történő foglalkoztatást, de természetesen ez nem kötelező. A tankönyvek már kiosztásra kerültek, minden évfolyam számára ingyenesek, és remélhetőleg akkor már át is vették mindannyian őket. A holnapi napon az alsó tagozaton 3 és 4 tanítási órát, a felsőben 4 és 5 tanítási órát tervezünk, amelyek mindegyikét az osztályfőnökökkel töltik a gyerekek, és ebéd után el lehet menni holnap még haza, de természetesen délutáni felügyeletet már tudunk biztosítani. Péntektől pedig már a megszokott rendben napközivel zárjuk a péntek délutánt. Az előbb már említettem, hogy 2 új pedagógus érkezett hozzánk, és az egyiket már meg is szólítottam, Székesényi Zsibó Kemese tanítónő, aki az első B-osztályban fog tanítani, szeretettel köszöntjük, és érkezett hozzánk Varga Lászlóné Marika néni, aki az 5. és 7. évfolyamon fog matematikát tanítani. Munkájukhoz sok sikert kívánok! Tisztelt szülők! Az új tanév újabb feladatokat hoz mindannyiunk számára, és egyre nagyobb kihívást a gyermekeink számára. Az egyik legnagyobb kihívás továbbra is az iskola felújítási pályázat során megvalósult beruházással kapcsolatos idei tanévben is. A beruházás ugyan már a végéhez közeledik, és a felújítások nagy része is megtörtént, az új épület részek is megépültek, és jelenleg ezeknek a belső munkálatai folytatódnak. Ez bizonyára még okoz némi nehézséget és kellemetlenséget a tanév kezdetén, de bízom benne, hogy amikor elkészül, egy modern, korszerű, valóban a 21. századi követelményeknek megfelelő iskola várja meg gyermekeinket. Ennek érdekében kérem, hogy különösen figyeljék és tartsák be az ideiglenes forgalomkorlátozással kapcsolatos jelzőtáblákat, hiszen a tanulók biztonságos közlekedése érdekében
ez elengedhetetlenül szükséges. Tehát az iskola megközelítése még mindig, még néhány hónapig valószínűleg csak és kizárólag a Székelykapun és a Bercsény utca felől lehetséges. A szülők részéről a gyermekek számára az iskolával együttműködve nyújtott segítség a leghatékonyabb. Kívánok erőt és kellő kitartást önöknek, és bízom abban, hogy együtt örülhetünk majd a gyermekei sikereinek. Kedves kollégáim! Kívánom, hogy a tanév során ránk váló feladatokhoz legyen elég elhivatottságotok. Azt gondolom, hogy mindannyiunk közös célja, hogy a ránk bízott gyerekeket az itt eltöltött évek alatt legjobb tudásunk szerint felkészítsük arra, hogy később önálló lábra állva, felelősségteljes, a világra nyitott, gondolkodó, boldog, testileg és lelkileg kiegyensúlyozott felnőttekké válhassanak. Olyan felnőttekké, akik nem csak a maguk számára, hanem mások számára, a körülöttük élők számára is képesek harmóniát teremteni. Kedves gyerekek! Holnap reggel ismét kinyílnak előttetek a tantermek ajtajai. Várunk benneteket, rendeket tennivalónk lesz. Új tanév kezdődik, új feladatokkal, új kihívásokkal, és reméljük, hogy új örömökkel is. Kérlek benneteket, dolgozzatok nagy szorgalommal, mert az igazi eredmények és sikerek csak így születhetnek. Végezetül boldog pillanatokkal, szorgalommal, türelemmel, figyelemmel, erővel és jó egészséggel teli eredményes tanévet kívánunk mindenkinek. Ezennel a 2022-23-as tanévet megnyitom. Isten megtartsa. Instrukciót adni még a holnapi nappal. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek, senki ne törje össze magát még ezen az egy napon, és holnap reggel nagy szeretettel várok mindenkit. Köszönöm szépen!